Bár a városi nagy megemlékezések elmaradtak, a Babits Mihály Kulturális Központ a hagyományokhoz hűen, mégis rendhagyó módon megtartotta szokásos október 23-ai ünnepi hangversenyét a Művészetek Házában. A Szekszárdi Városi Kamara Zenekar szokta ezt a hangversenyt játszani ezen a napon, viszont most nem vállalták a veszélyekre való tekintettel, és így tulajdonképpen beugróként vagyok. Általában hangszereknek a nagysága, illetve a terek nagyságától függően különböző decibel értékre képesek a hangszerek, viszont jellemző az, hogy valójában egy egész zenekar helyett vagyunk itt, ami annyit jelent, hogy a basszustól a szoprán tartományig minden hangért egymagunk vagyunk felelősek. Az első számot Julianna játssza, a kislányom. Ő először lép fel itt organistaként, és hát nagyon bízom benne, hogy örömmel fogja tenni. Zongoristaként többször föllépett különböző zenei versenyeken, viszont organistaként így felnőtt hangverseny keretében most először, azt hiszem. Törekedtem a műsorválasztásba a napnak a dramaturgiáját figyelembe venni, de konkrétan igazán célirányosan erre írott művet nem találtam, így aztán hangulatában és intonációjában igyekeztem úgy választani, hogy ennek a napnak a jellegzetességeit tükrözze. 60 perc volt a cél, amire törekedtünk. Most a feleségem műsor ismertetéssel is készült, talán ez így együtt ezt a 60 percet fogja kitölteni. És a művek, hogy is mondjam, fókuszában Johann Sebastian Bach művei vannak. Emellett van egy Léon Boelmann nevű francia szerző, és egy César Franck nevű szintén francia szerző. Azt hiszem, nem felejtettem ki, illetve Liszt Ferenc BACH című műve a végén, ami magyar nagy zeneszerzőnk egyik leghíresebb orgonaműve, ugyanakkor szintén a Bachra való emlékezés húzódik meg az ő művében is. És hogy mennyire lehet ez fizikailag megterhelő? Tartok tőle, hogy nem fogok fázni a végére, úgyhogy általában elég nagy kalória igényű művelet. Nagyon segítőkész volt a Művészetek Háza, és külön csak miattunk esténként kinyitották a házat, és azt mondom, hogy elegendő órát tudtunk itt tölteni a felkészüléssel, illetve bízom benne, hogy elegendőt, de ez már a szerencsén és az égiek közbenjárásán is múlik.